Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, egy jönnek is Battlefield Hardline, és ami böki a csőrömet. Mert hát jó játék, élvezetes játék, mindig nagyon élvezem, nagyon jó szórakozunk rajta az összes TNA taggal, és, és, és tényleg egy élvezetes játék, egy nagyon jó Battlefield játék, de ám fönnáll a kérdés. Mi van, hogyha megint csak egy optimalizálatlan, optimalizálatlan játékot kapunk, mint annó Battlefield 4 volt, és, és mostanra, tehát több mint egy év, kellett ahhoz, hogy kiavítsák, amennyire ki tudták javítani ezt a Battlefield és még mindig dolgoznak rajta, ugye. Mi van, hogyha megjelenéskor a Hardline-nál megint csak ilyen apró dolgokat kapunk, mert, mert ugye már eleve eltolták a megjelenési dátumot, ugye az eredeti időponttól most márciusra áttették ezt a megjelenési dátumot, és majd fél év telt el arra, hogy megcsinálják az átalakításokat, kijavítsák a hibákat is, és legyünk közinténk meg is tették, szóval valóban egy sokkal élvezetesebb rablósdi, rendőrösdi játékot csináltak, ugye egyes fegyvereket kivettek, mint például az LMG-ket, ugye az RPG-ket most már valahol a pályán szétszórtan megtalálod, és, és, ez így van rendjér, ugye, mert nem is lett volna hiteles egy, egy, ilyen rendőrösdi és, és rablósdi történetben, és, és nagyon jól átalakították a multiplayer -t. Persze a Conquest meg mindig Conquest, de egy Hotwire, egy Heist, egy Blood Money, egy VIP majd, ami ami lesz későbbi játékmenekben, nagyon jó hangulatot áraszt az egész játék, és el kell mondani, hogy a Battlefield Hardline egy egyedi uh, Battlefield, meg vannak benne a Battlefield vonások, és, és hozzá is tartozik ehhez a Battlefield univerzumhoz, de, de, de tényleg egy merész újítás a Battlefieldhez képest. Viszont, ugye? A játéknak azért vannak apró hibái és ezekről szeretnék én itt most beszélni, megint csak egy képet adva arról, hogy. elővásárlók, nevásárlyek, majd majd erre ráterünk később. De például az egyik uh, nagyon problematikus hiba számomra a járművekkel, ugye BF4-ben is van ez, hogyha vezetsz egy járművet, a járművet képes megakadni a legkisebb kavicson, egy kiálló farönkön, egy kiálló kerítés darabon, és, és az bizony például egy Hotwire játékmódban elég nagy gondot tud jelenteni, hogy mész ezerre, és, és belem, rámész egy kis körre is, megakad a kocsid, és természetesen akkor jár valaki arra felé egy RPG-vel, ha is pont Pont rád vadászik. A következő, ami szintén ide tartozik, az pedig a járművek sebzésével kapcsolatos, és, és úgy gondolom, hogy ezen is valamit kellene változtatni. Ugye? Mindannyian látjuk, hogy hogyha szebzedik a, 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 a járművünk természetesen, és, és van is ez a kis piros csík, hogy folyamatosan villodzik, hogy a járművet, ám viszont miközben vezetsz, figyeld a járművednek az életét, és még vezess is, és még figyelj a környezetre is, hogy nem -e akar valaki kilőni, ez egy -e kicsit túl macera. Hogyha például a járművekhez is adnának valamiféle hangot, mint ahogy Battlefield 4-ben is van, vagy mint ahogy a Hardline-ban a helikoptereknek van valami hangja, hogyha a járművekhez is hozzá tudnák adni ezt a hangot, akkor már is egy hatalmas könnyítést tudnának bevetni a, a járművekhez, és és már is sokkal uh, egyszerűbb lenne a játék, mert a hangra figyelnénk, könnyebben érzékelnénk, hogyha, hogyha valódi veszély van, hogyha nagyobb veszély van, és és gyakorlatilag uh, egyszerűen könnyedebbé és élvezhetőbbé tudná tenni például a Hotwire játékmondat. Már csak ez a két dolog, a kiavítenek. A vicces az, hogy ezt az elakadásos hibát tudják, hogy van, tudják, hogy hogyan kell kijavítani? A poén az, hogy számon kéne venni az összes térképet, az összes objektumot a térképen, és meg kéne nézni, hogy ez ebbe benne van-e ez a hiba, vagy nincs benne ez a hiba, és hogyha benne van, akkor ki kéne javítani az összeset, és hát nem egy van egy pályán ezekből. Úgyhogy ez valószínűleg arra számítsatok, hogyha megveszitek a játékot, ilyen hibák Bele, bele fogtok futni. A következő, megint csak a sebzésnél fogunk járni, még most pedig a fegyver sebzésekről fogunk beszélni. Ugye vannak az úgynevezett overpower fegyverek, amiket szeretünk overpower-nak hívni. Mire gondolok itt egy M4-re, M16-ra? M16, M16 mindig is egy erős fegyver volt a betöföldek történetében, de most itt aztán megkapta a maga boostját, amivel még úgy alapvetően nincs is baj. A Battlefield Hardline-ban könnyebben halunk, gondolom ez így van tervezve, nem is, én, én nem is favorizálnám, hogy olyan legyen, mint a bf 4 hogy nehezkesebben halljanak az emberek, mert akkor már megint túl, szimilá, túl túlságosan hasonló lenne a, do a, dolog a Battlefield 4-hez, ezért is gyorsabban alunk, ami nagyon frankó dolog, ám viszont ugye például itt vannak nekünk ezek a fegyverek. M16-ot például alapul véve megnövelték a sebzés távolságát, tehát azt a távolságotól a sebzés maximum se sebzést tud okozni, ezt 40 méter emelték 20 akárhányra, mint ami bf 4 be van, és azon kívül, hogy gyorsabban hullanak itt az emberek, még van egy ilyen fegyver, aminek ilyen magas a sebzi eleve magasabb a sebzése, eleve nagyobb távon okoz maximális és és uh, emiatt gyakorlatilag uh, hihetetlenül könnyűvé válik vele a játék, de még nem is ez a baj, hanem hanem az, hogy hogy valóban kell-e, hogy ennyivel túlzottan erősebb legyen egy fegyver uh, a másiktól. Mm, és hogyha már az, amivel ugye még mindig semmi baj, hogyha már ennyivel erősebb, de akkor legalább kerüljön bele egy olyan árba, amitől nehezebb is megszerezni, tehát lejjenek drágábbak ezek a bizonyos uh, overpower mondott fegyverek. És, és igazából volt is erről szó a, a visszarálló srácoknál, hogy hogy ezt be fogják lépni, valószínűleg meg is fogják lépni, nem lenne ilyen rossz dolog, hogyha például a, a keményebb fegyverek, a, azok a fegyverek, amelyek jobban sebeznek, stb. tudjátok könnyebb elük játszani ezeket azért, hogyha nem is nörfölik, mert, mert miért nörföljék, miért tegyék ugyanolyannál, mint a Battlefield 4 ben ha nem is nörfölik, de legalább drágák legyenek és nehéz legyen őket uh, megszerezni, és akkor, akkor már egy kicsit mindjárt változik a a dolog állása, ha bár Spec, ez személyes vélemény, és szívesebben fogadnám, hogyha azt a bizonyos távolságot, ahol a fegyver maximális sebzést okoz egy kicsit, egy kicsit lejjebb vennék. Nem beszélve arról, hogyha az ember fölteszi egy hangtompítót a fegyverére, nem tudom, hogy kipróbálta vagy sem, de a hangtompítóval is a fegyverek hihetetlenül effektívek. Már BF4-ben is eléggé effektívek hangtompítóval a fegyverek, de itt még effektívebbek, főleg, hogy könnyebben hullanak is az emberek. A csipákról nem is beszélek, azok, azok, azok ehhez, a konkrétan ehhez a játékhoz jók, és jól vannak megcsinálva. Egyedül, amit nagyon kivennék a, a, a játékból, az a Magnum Rounds, és növelnék a csipának a sebzésén járművek ellen. Tehát mindegyik csipa sebezzen magasabbat járművek ellen, de ne olyan magasat, mint az avm tud a Magnum rounds -al. És valahol itt egy ilyen kis balanszot tudnánk Csinálni. A másik nagyon-nagyon böki a csőrömet dolog, és elkezdtem utána nézni, és néhány videós is foglalkozott ezzel, hogy benne van -a még az úgynevezett Visual Recall hiba. A Visual Recall hiba magyarul lefordítva az, hogy ahová nézek, a fegyverem oda is fog ellőni. lőni. Ugye Battlefield 4 volt egy ilyen hiba, és ahová néztem, a fegyverem nem mindig oda lőtt. Az azt jelenti például, hogyha elkezdek lőni, akár 6 golyót is mellé lőhetek, abban a hitben, hogy a célra lövök, és itt van ez a hiba, eltelt fél év, és valószínűleg még mindig nem javították ki, vagy szedték ki, és, és ez egy kicsit elszomorító. Szóval arra számítsatok, hogyha megveszitek ezt a játékot, ha előrendelitek ezt a játékot, ha csak videón figyeltétek a bétát, valószínűleg nem biztos, hogy azt kapjátok a pénzetekért, amit reméltek. Javaslom, ne rendeld még elő ezt a játékot, csak ha nagyon élvezted a bétát, csak ha tetszett a béta, és elégedett voltál a végeredménye. de ezek a, ezekre a hibákra nagy valószínűséggel számítani kell majd megjelenéskor is. Nos, ez, ezen a Visual Recoil hibán, ezen én nagyon remélem, hogy ezt kiszedik, hogy a fegyver odalőjön, ahová kell, mert egy ilyen Battlefield Hardline-szerű játékból hullanak az emberek, mint a legyek, hat elveszíteni azért elég nagy luxus, hogy őszinte legyek. Köszönöm a figyelmet, Necrocrim voltam, sziasztok!